Gyakorlatilag két név azonos, de csak egy ember. Drávuc és Kisteleki, de ez a Kisteleki nem az a Kisteleki. Tulajdonképpen teljesen átalakítottad a csapatot, és ráépítetted arra a Heraklész válogatottra, amit te edzettél, ami szerintem kétélű fegyver, mert hogyha ezzel a csapattal sikert érsz el, Isten lehetsz, viszont hogyha nem, akkor ráolvassák a fejedre, hogy miért nem használtad a régieket, bár onnan sokan visszavonultak, nem vállalták. A női vízilabda csapat csupa nagybetűvel. Ebből kifolyólag egyrészt azokkal a játékosokkal nyilvánvalóan nekem könnyebb dolgozni, akikkel 2005 óta szinte folyamatosan dolgozom. Másrészt ezek a játékosok 2-3 évet az utánpótlás válogatottban nyaranta együtt töltöttek, ezért könnyebb is őket újra csapattá gyúrni, mert akkor is nagyszerű csapatot alkottak. Úgy egyébként az istenek közé egyáltalán nem vágyom. És én azt gondolom egyébként, hogy mondjuk egy ilyen fiatal csapattól jelen pillanatban szerintem már az is siker, hogy ott vagyunk az olimpián. Az egy másik kérdés, hogy nemhogy nem elégszünk meg ezzel, hanem mi a lehető legmagasabbra tesszük a mércét. Mennyire lehet szembe menni a Nemzetközi Szövetségnek azon törekvésével, hogy mondjuk a magyar férfi vízilabda válogatott negyedszer lenne olimpiai bajnok, és még ugyanabban a sportágban a női vízilabda válogatott is olimpiai bajnok lenne. Ezt mennyire szeretné a nemzetközi szakma? Hát én azt gondolom, hogy ez egy összeesküvés elmélet, mert ez se leírva, se kimondva nincs sehol. Logikusnak tűnik nyilvánvalóan, hiszen egy nemzetközi szövetségnek az az érdeke, hogy hol az egyik kontinensen, hol a másik kontinensen, hol az egyik országban, hol a másik országban legyen nagyon népszerű a vízilabda. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy a legjobb diplomácia az erős csapat. A férfiaknak nagyon erős csapatuk van, minden esélyük megvan a 4. olimpiai aranyéremre, és nekünk is elég erős csapatunk van ahhoz, hogy hát ha legalábbis megcélozzuk azt az aranyérmet, aztán hogy hova jutunk, az majd kiderül. Ha már az erőt említed, néhány hónappal ezelőtt erőnléti edzőt kapott a vízilabda csapat, és ő azt mondta nekem, hogy nem 4/4, hanem legalább 6-ot kell, hogy bírjanak ezek a lányok. Hogy bírnak 6-ot? Lehet, hogy meg ki fog derülni az olimpián, hiszen az utolsó 3 mérkőzés az egy ilyen kieséses mérkőzés, ez konkrétan azt jelenti, hogy akár lehet 2/4 hosszabbítás is, tehát ott lesz is 6/4 esetleg. Minden esetre a 100% is teljesen biztos, különböző felmérések is bizonyítják, hogy sokkal jobb erőállapotban van ez a csapat most, mint mondjuk októberben volt, amikor elkezdtük ezt a közös munkát a Kling Zoltán erőlti edzővel. A 100%-ot tudják nyújtani, sőt, amennyiben lehet, egyébként ilyen méréseink vannak is. Edzés közben vannak olyan edzések, amikor az optimális 100% fölé mennek bizonyos játékosok a teljesítésben. Úgyhogy mindenképpen azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív változás volt a csapat életében. Tulajdonképpen az elmúlt egy évben mindenkivel játszottatok, talán a tengeren túliakkal egy kicsit kevesebbet. Hogy látod, hogy milyen erőt képviselnek az ellenfeleink? Hát ugye vegyes. Hát ugye az európaiakról tudjuk, hogy jók. Az oroszokat vertük 2-szer az utóbbi időben, ugye másik csoportban vannak a spanyoloktól, hol kikaptunk, hol megvertük őket, ők járnak valami nagyon hasonló úton hozzánk, ugyanolyan fiatal csapattal játszanak, mint mi. Ugye a tavalyi Sánkhelyi világbajnokságon mi voltunk a 9-dik, ők a 11-dikek, róluk is leúzták a vízes lepedőt, rólunk is, aztán ők is itt vannak, mi is. A tengeren túliakról egyelőre csak annyit tudok, hogy hát nyilvánvalóan nagyon erősek, teljesen más stílust játszanak, mint az európaiak, hiszen abszolút a fizikai képzésre teszik a hangsúlyt. Minimum 20 kilóval nehezebb átlagsúlyjal rendelkeznek, mint egy magyar vagy bármelyik európai csapat, és ehhez képest természetesen teljesen más stílussal is. Mondjuk erre nagyon jó, hogy a kínaiak, akik most vagy megjönnek, vagy nem, mert most már 2 napja várjuk őket, de tehát a kínaiakkal remélhetőleg 2-3 edzőmérkőzést tudunk játszani, utána elmegyünk Amerikába azért, ha megérkezünk mi Amerikába, ugye az a következő rizikó tényező. Ha megérkezünk Amerikába, akkor fogunk játszani 4-et az amerikaiakkal, és még egy tengeren túli csapat az Ausztrál a másik csoportban, aki nagyon hasonló játék stílust és játék erőt képvisel, mint az előbb felsorolt 2. Tehát én azt gondolom, hogy mindenféle csapattal meg tudjuk csinálni a felkészülést, tehát aztán majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Elég sokan számolnak a magyar női vízilabda válogatottal, legalább mint éremesélyes, de elég sokan, mint aranyéremesélyes. Mennyire fogják elbírni a terhet ezek a fiatalok? Ezeknek a fiataloknak, amióta elkezdték a vízilabdát, azóta az olimpiai aranyérem a céljuk. Tehát én azt gondolom, hogy plusz terhet nem teszünk azzal rájuk, hogy most ugyanúgy elmondjuk, hogy igen, az olimpiai aranyérem a célunk. Mint ahogy mindig elmondtam, most is elmondom újra, ez cél, ez nem ígéret. Ezzel együtt mondjuk az öcsémnek tegnap azt mondtam, hogy nyugodtan tegye meg a bibimet.